Tamásot! Szervusztok, barátai! Mondjátok, gyerekek, nektek van barátotok? Ő az én barátom! Én pedig az én barátom! Ők pedig az én barátaim. Szép dolog, ha az embernek van barátja, ugyebár? Ha hiszitek, ha nem, vannak olyanok is, akiknek egyetlen egy barátja sincsen. Ja. Mi vagy? Szomorú, ugyebár? Én ismerek egy ilyen szerencsétlen teremtést. Iván a neve, akinek szintén nincsen barátja. Éltette régen, hóvárok, egy ifjú, felnőtt, pardon, krokodílus, szülővize, a hömbögő Nílus, ahová lelke vissza, vissza vágyott. Szégyenlős volt, mint egy lányka, akit először visznek bálba. Egyébként fontos, rendes, gondozott, frakja is alig, alig holtozott. Munka kötelesség, ebből nem lehet bajmán. Úgy szelte a vizet, mint egy öreg kajmán. Gyereket tanított úszni, háton is, mellen, szárazon is, vízben. Szóval kötelesség tudat, plusz jellem, jellem, jellem. Munka kötelesség, ebből nem lehet bajmán. Úgy szelte a vizet, mint egy öreg kajmán. Gyereket tanított úszni, háton is, mellen, szárazon is, vízben. Szóval kötelesség tudat, plusz jellem, jellem, jellem. Gyerekek, ha már megtanultátok, hogyan kell simán, mint egy delfin, és cikázva, mint egy pontj, úszni, még egy érdekeset mutatok nektek. Hogyan úszik egy krokodilus? Lassan, hasmán, úgyám, hadd vigyen hátán a hullám. Vigyázzat a startra, vigyázzat a startra! Különben süllyedsz, mint a balta, tempó a lábbal szaporán. Ez a csízió. Ne fröcskölj, mint egy kövér víziló. Nagyok és kicsik, nagyok és kicsik, egyenesen, mint a csík. Megy ez magától, megy ez magától, ugye tisztelt a légátor. Nagyok és kicsik, nagyok és kicsik, egyenesen, mint a csík. Megy ez magától, megy ez magától, ugye tisztelt a légátor. Miért mondtad, hogy nincsen barátja, amikor annyi gyerek vette körül? Annál szomorúbb a dolog, egész nap gyerekekkel van, otthon pedig egymagába buslakodik. Na nézzük csak meg, gyerekek! Nézzük meg! Sem ismerős, sem rokon, néma a telefon. Így szomorút kilátott, senki sem hoz a virágot. Te sem süsz rám, kis napocskám. Nincs, aki makarja, ha viszket a lapockám. Ülök magam baroskadva hosszad. Nincs, kivel örömöm megosszam. Ha barátom volna, nem adnék egy paplót. Tudom már, mit teszel. Hirdetést adok fel. Apró! Apró! Apró hirdetés az egytől
csikó! Lovagolhatsz bálnán, bútor, cikvisz, péklapát, rég elveszett dédmamát. Én minden, ami lelkednek, óhajak. Én bicikli, vasfazék, óhazam. Csak szólni kell és fizetni, akkor vagy eladósod, állik, állik, vagy álmod valósággá válik. Kik, 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 kik! Jaj, már megint foglalt! Jaj. Halló! Halló! A Papagáj hírlap szerkesztősége? Igen, kérem! Nagyszerű, nagyszerű! Egy apró hirdetést szeretnék feladni! Tessék! Tehát diktálom! Fiatal, alig 50 éves krokodilus! Ilus? Nem ilus, hanem krokodilus! Nem ilus! Krokodilus! Barátot keres magán! Jelentkezni a Kuglók utca 15-ben! F bejárat 164-es lakás. Ja, és még valami? Igen. Háromszor csengetni. Igen. Feljegyezte? Igen. Köszönöm a viszonthallásra. Égni. Most már nem marad más hátra, mint várakoznom kell. Na. Újságot vegyenek! Megjelent a legújabb papagáj hírlap! Az 50 éves krokodilus! Újságot vegyenek! Az alig 50 éves krokodilus barátot keres magának! Újságot vegyenek! Egy alig 50 éves újság krokodilus keres magának! Újságot vegyenek! Nézzük meg! Kintévők legyünk! Ez mi? Paróka! Róka? Paróka! Róka, paróka. Mi? Na, hogy tetszem? Támad egy ötletem! Jaj! Gyerekek, hogy is mondta, hányszor kell csengetni? Bravo, is van, köszönöm, kívánok, a nevem Gálya. Alá szolgálja. Mondja kérem, ön adta fel ezt a hirdetést az újságban? Ezt én. Vihogok, amikor olyan komoly a dolog. Persze, két még komolyabb hiba van benne. Mondja. Először is a krokodilust egy D-vel írják. Hát az úgy volt, amikor másodszor pedig. Miért írod, hogy fiatal vagy, amikor 60 éves is múltál? Már elnézést kérek, de a a krokodilusok 300 évig is elélnek. És ahhoz képest, hogy 250 éven van még hátra, én még eléggé fiatalnak érzem magam. Én is, jaj, de örülök. Hát akkor is
ismerkedjünk. Ismerkedjünk. Én mint már mondottam, én a gyermekszínházban dolgozom, és én kislányokat alakítok. Igen, én pedig a strandon alakítok krokodilust. Egy D-vel. A nevem Krokod Iván. Tehát most barátok vagyunk? Persze. Na és mondd, mit fogunk csinálni? Jaj, mit is? Mit csináljunk? Hát... szépen elbeszélgetjük. Jaj, az nagyszerű lesz. Jobban megismerhetünk. Ha jól hallok, csend. Hát aztán, úgyis csak útban lenne. Hát csak útban lenne. Nyissunk ajtót. Ki az? Ki akar itt útban lenni? Én! Hoppá! Na és ki vagy te én? Az bizony, elég nehéz lesz megmagyarázni. Én ugyanis egy játékgyárban Soma Bohócnak készültem, de elfuseráltak. Azt látom. Ezért most potyadék vagyok, és senki sem akar velem játszani. De én akarok. Ezért egy telefonfülkében tengetem és csengetem az életem. Pedig úgy szeretném, ha volnának barátai. De miért ne lehetnének? Hát ez tőled függ, barátocska. Persze. Hiszen kis serkész becsavamra mondom. Hurrá! Attrakció! Repülünk! Jaj, de melegem lett. És most mit játszunk? Lejtünk egy tánc! Bravo! Adjó! Gyere, te táncolj! Táncolj! Hoppá! Magyar! Vajon Krokod Iván meglátogatna-e engem a kis telefonfülkémben? Oda telefonozok neki. Lá, 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 halló! Halló! Szia, Ivi! Ó, szia, Soma! Mit csinálsz? Húzol van semmit. Tudod mit? Mi? Látogassál meg! Minek? Elbeszélgetünk, és eszünk finom palacsintát! Jót leszek, készítheted a palacsintát, szia! Szia! Ez hihetetlen! Ivi meglátogat engem a kis telefonkülkében, és eszünk finom palacsintát! Fel kell készülnöm a fogadtatására! Halló! Halló, Ivi! Igen! Szia! Elfelejtettem mondani! Mielőtt elindulnál! Igen? Vígy magadhoz egy kék pöttyes fazekat! Igen? És egy kafanalat! Jó! Rendítset, viszek! Szia! Szia! Igen? Hé! Elfelejtettem mondani, Ivi! Ugorjál be a boltba! Igen? És vegyél 3 kg cukrot, 4 kg sót, 5 kg lisztet, és mondd, hogy szereted a palacsintát? Mákkal, dióval, vagy pedig túróval? A lekváros palacsintát imádom! Jó, akkor hozzál 4 kg diót! Jó. Szia! Szia, szia! Hé! Ivi, és hozzál légy szíves egy liter tehenet! Jaj, minek a tehén? Minek, minek? Palacsintai, azaz, te is kell a palacsintába. Jaj, nem jobb lesz, ha viszek egy liter tejet? Jó. Na most már szia! Szia! Már kell-e, vagy valami kell?
Igen. Miért nem indulsz már? Ezt most akartam. Ide figyelj, útközben van egy kerekes kút. Igen? Azt is hozd el, szükségünk lesz vízre is. Jó, mindent viszek plusz vizet, szia! Szia! Láttátok, azt mondta, eljön hozzám, és ezünk finom palacintát. Alig várom, hogy lássam Kroki barátomat, addig is rendbe rakom a telefonfülkémet. Alig várom, hogy látni. Szia, Ivi! Szia, Soma! Úgy örülök, hogy látlak! Én is, Somikám, csak hát tudod, ez a cipekedés. Tudod, már azért is örülök, hogy eljöttél, mert be kell vallanom, én nem is tudok palacintát sütni. Hely, Soma, hát miért nem így kezdted? Tudod, eddig még nem is volt rá alkalmam. Ugye megcsinálod nekem? Hát, ha már ennyit cipekedtem, miért ne? De te jól figyelj, hogy legközelebb tudjál te is palacintát készíteni. Figyelek, meg sem mondulom! Itt a két pöccsös fazé! Jaj, de... Utána jön a dió! Egy dió, két dió, sőt, három dió. Kopog mind a dió. Akkor jön a tojás! Jaj, de szép struccsák! Jaj, de cip. Jaj, de szép fehér! A végén pedig a puha, vagy a kemény. Liszt! Milyen farol? Fakarál és kevered. Keverem! Én is keverem! Nem, te nem kevered, csak én keverem. Addig keverem, míg rá nem unok. Mivel már ráuntam, már kész is a palacsin. Ezzük, tudom, palacintát! Ezzük! Egyél! Ez így nem megy. Hé! Ez nem palacsinta, ez torta szelet. Mit vártál egy tojásból? És most meddig eszünk? Míg rá nem ununk? Na, hát én már rá is mondtam. Hé! Hey! Kroki! Mit szólsz a foga? Kroki, mit szólsz a fogadtatáshoz? Na most! Kroki, mit szólsz a fogadtatáshoz? Hát nagyon finom volt a valami. Mégis megkérnélek valamire. És pedig? Ha legközelebb! Vendégül akarsz látni, ugorj be hozzám, kérdezd meg tőlem, mivel akarsz traktálni. Hideg tállal, kávéval, teával, palacsintával, tortával. Otthon mindenem van. Szépen elfogyasztjuk, és nem kell cipeket, nem érted? Jaj, értem. Ivi, akkor már is meghívlak egy halászlére. Ha, van? Nincs, majd lövünk egyet. Gyerünk! Na gyere! Mit szólsz, Kroki, micsoda rendes szarát! Fantasztikus! Nagyon jó vagyok ám veled elégedve, de tudod mi? Tegyünk vele még egy próbát. Milyen próbát? Csak miért is? Meg a van! Igen, de rá se ránts, picikém! Majd én helyettesítelek! Bravo, Krokikám, megtennéd! Természetes!
sem. Borzasztó dolog lenne, ha az előadás pont miattan elmaradna. Ma a piroska és a farkas kerül színre. Emlékszel még a mesére? Ha már hogy ne emlékezni? Na hallja, volt egyszer egy piros sapkás kislány. Egy nap elindult a nagymamájához az erdőbe. És út közben a rettenetes farkasba ütközött. Bravo, brokikám, gyere hamar. Te leszel a pirike. Ki leszek én? A piroska. Én leszek. Hát bizony, ha ügyesen csinálod, senki sem veszi észre a cserét. Gondolod? Gondolom is, tudom. A tehetség csodákat művel. Mit művel a tehetség? A tehetség csodákat művel. Csodákat művel. Tetted magad elé, jó? A tehetség csodákat művel. Jaj, de aranyos vagyok! Ismered azt a dalt? Kis piroskám, bravo! Feljemre, csapanám! Pirású vaslatám! Megkeresem nagymamám! Te ne vennem erre! Ez mi? A színpad! Ez a színpad! Gyere, hogy elmondok én neked egy nagyon fontos instrukció! 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 Jó lesz neked! De elmond ezt neked! Pár instrukció, én pedig addig elénekelek valamit. Jó! Lalalalalaj, lalaj! Lalalalalaj, lalaj! Lalaj! Adj is te piroska, ham, ham, ham! Jaj, szép jó napot! Mit csinál itt piroska, ham, ham, ham? Jaj, hát mit csinálok, mit csinálok? Hát én vagyok most a piroska, mert a kis barátnőm Nátás. Nátha, Nátha, Nyújújúj! Ez egy krokodilus! Így úgy, mintha nem vennéd észre. A gyerekek úgysem jönnek rá. Na is, hová, hová? Jaj, sehová, hát nem látod, hogy állok? Nem jó, te süti! Na. Táncol? Neked most azt kell mondani! Mi? Megyek a nagyihoz! Megyek! Megyek! Ja, ezt kell mondanom, vigyázz! Megyek a nagyihoz! Megyek! És hol lakik a nagymamád? Afrikában a Nílus partján! Na! Neked most azt kell mondani, itt lakik az erdőzére! Jó, van itt az itteni nagymamám, mivel hogy most én vagyok a pirike. Ja igen, hozzá megyek, igen, én megyek hozzá. Így megyek. Hozzá. Hát ez nagyon szép tőled. Tudom, azért is megyek. Na én is megyek. Gyerek, hova mész? Hát nem tudom, hogy kell folytatni a mesét. Hé, várj! Hé! Várj, farkaskoma! Hé! Hé, farkaskoma, hova mész? Farkaskoma! Hova mész? Hé! Hova mész? Hé! Megyek, bekapom a nagyit. Várj! Együtt kapjuk be a nagyit. Jó! Gyere! Bekapjuk a nagy mamát, nagy mamát, nagy mamát! Nagymamát, szerint most én falom, te majd később jössz! Ő vagy.
Várj, hogy is volt? És akkor jött a kecske mama, és egy nagy lyukat ásott. Mit keres itt a kecske mama? Ez nem az. Á, megvan. Jött a fehér lovon, a herceg így jött, leszállt a lóról, és egy nagy puszit adott a nagymama homlokára. Hát most már emlékszem. Most már emlékszem. Bekaptam már! Érkezem, ehol jövök el? Jövök? Én ahogy jövök. Televízió! Bekapcsolom a televíziót! Jaj, de szép Gyuzsika! Gyuzsi fülapű bárányka! Gödör szörű bárányka! Jaj, de édes puszta! Puszta! Ki lehet ez? A Nagyi? Igen. Na, Nagyi! Jaj, Nagyi! Milyen szép nagy füleid vannak! Igen, hogy jobban lássalak! És milyen szőrös vagy, édes! Igen, elfelejtettem borotválkozni! Sületet meg nem hozta! Az ördögbe is száz éve játszom már a farkasokat, de ilyen butaságot még nem kérdezett tőlem senki. Miért nem borotválkoztam? A mese szerint nekem most azt kell mondani, ha bekaplak Piroska. Így van? Igen! Meg is mondom neki! Ide figyelj, Pirikém! Én most téged bekaplak! Mit a Nagyit? Na ezt még azért megvárom! Majd ezt én megvárom! Hey! Jaj! Segítség! Majd látok én nekem! Bravo, Krokikám! Nagyszerű vagy! Hogy voltam rá? A gyerekek elégedetnek láttam! Itt, hogy én is? Igazi jó barát vagy, Krokikám! Hát, szóra sem érdemes! Telefon! Halló! Igen! Természetesen! Igen? Jó! Hogy intézkedünk? Jó! Viszont hallásra! Inkább azt mondd meg, mit tegyünk! Folyton cseng a telefon! Úgy látszik, ma sokan keresnek jó barátot! Bizony! Rengeteg az olyan kicsi árva lélek, akire még a szüli napján sem cseng ajtót! Vagy ha bánat letöri, egy jó szóval megvigasztalja. Igen. Ti rögtön elsírom magam. Árva lelkem? Igen ám, de ahhoz kell egy nagy ház. Jaj, de buta vagy. Hát természetes, hogy kellene egy nagy ház. Mi pedig a barátság háza. Igazad van, egy nagy ház. Zengek szétalt lázidót, szeretnék egy házikót. Piros legyen az ajtója, kerete, ablakára karácsot, spájzba meg sok kalácsot, udvara óriás kertjeszít, ezer játék szerteszít, szívem kacsal kalátom, ott lesz minden barátom, csíkos dressz a termetre. Yeah.
Ne forgassa, ne forgassa! Hé, te vagy a krokodilus! É! Akkor rendben vagy! Mi van rendben? Az, hogy lapos vagy, én zöld! Értem én ezt? Innen. Amikor elnyúlsz a fűben, senki sem fog észrevenni. Na de miért nyúlnék én el a fűben? Hogy meglátod? Kicsoda, kegyed, és mivel foglalkozik? Nevem Madame Csálika lapú. Én gyűjtem a diktum faktumot. Na ezen aztán törhetem az agyam. És mi a csodának gyűjti azt a diktum faktumot? Diktum faktum. Azért, hogy egy napon híres legyek! Inkább valami okos dolgon törné az agyát. Az nem jó, mert attól még nem leszek híres. Napi 15 gonosz tettet hajtok végre. Na még ilyen remeket, túlom fel a szemetet. Ha van itt banánhéj, megtalálni az ámkény. Elbogom az úttestre, aztán sucs a kukorra, lesen vígan retesre, hányat esnek ott orra. Volt szükséged! De miért nyúlnék én el a fűbe? Figyelj ide! Figyelek! Lopunk egy bugyellárist, rákötjük egy madzagra, és kirakjuk az útra. Ha valaki lehajol érte, mi elrátjuk a madzagot, és az a valaki hasonlásít. Ugye milyen jó vicc? Nem olyan jó, mint hülye. Meg aztán kapok egy náthát a fűben hasalva. Egyébként sem, mi nem érünk rá. De nem. Éppen most akartuk felépíteni. A barátság házát. A barátság házát? Igen, igen, igen. Akkor én nektek most hadat üzenek. Hát ide figyeljen, kedvesem. Ha háborút akar, akkor üzengessen másnak. Mi nem érünk rá, a viszontlátásra. Meg vagyok, hátok. Ez hát az igazi arcotok. Csirkefogók, hippi, huligánok, csirkék. Majd adok én nektek, túljárok az eseteken. Nem engedhetem meg, hogy felépítsék a barátság házát. Megvan! Kirakom a házuk elé ezt a táblát! Mi van felírva a táblára? Micsoda? Bizony, most aztán mindenki elkerüli a házukat, mint a kolerát! Karapos kutya! Jaj! Ugyan ki köthette ide? Hogy ki? Hát magától jött, te buta! A kutya! És ja. Ő írt a táblát!
Na vagy egy kiszavarulé, Cselmé! Soká nem szavarulok! Van egy ötletem, pedig ide csomogatom egy kis sóspere. Jó, van pere. Aztán, ha bekapta a spárga végét, áthúzom a kapurácson, érte? Ide a perettel, most minden éves vagyok. Itt van, tessék. Hagyd el a kutyának is, jó? Eszünk, de ha volna egy kis töltött paprikád? Hát miért éppen töltött paprika? Mert én ezt nem szeretem, a kutya veszedik meg érte, de nagyon kétek. Jaj, az a fontos, hogy a kutyát kibillentsék. Na, gyere. Hát ez meg mit jelentsen? Más van a táblán is, más a valóságban. Hol látsz te itt kutyát, Kroki? Az öreg lány, Madame Csálék alapú, meg akarta akadályozni, hogy felépítsük a barátság házát. És megette a peretünket. Szégyen magad! Szégyen magad, te! Nem szégyellem magam, csirkepogók, huligánok, banditák! Túl kell járnom az esükön, nem engedhetem meg, hogy felépítsék a barátság házát! Igaz? A kutyát találom, hogy figyeljetek csak! Eszembe jutott, az állatkertben van egy ostoba orszarvú, úgy hívják, hogy Döfi Dani. Eddig 40 sós perecemet megevett, ha most adok neki még egyet, akkor minden kívánságomat teljesíteni fogja. És ezt a házikót, a barátság házikót szét fogja taposni, és ezt a házikót mindenki szét fog taposni. Döpi! A Döpi Dani olyan nagy, mint egy autóbusz. Gyere, Döpi Dani! Meg majd! Gyere szépen! Itt van ez a sós perec, ezt neked adom, és ezt a házikot szét fogod lökni. Érted? No, hol vagy? No, gyerünk, nézd csak neked. Hé, te lőke, Dani! Azt mondtam, lök szét ezt a házikot. Tessék itt a perec, és a házikot szét lökni. Így, namoztatták Kroki és barátai. Majd meglátjuk, hogy mi marad belőletek. Döpi munkára pál! Most, no, gyere szépen. Szétlökni a házikot? Na, hagyjál engem, hé! Azt mondtam, a házikot lökni, ne engedd el! Hé! Hagyjál békén! Hol van már? Hé, ne zavarj! Hagyjál békén! Segítség! Segítség! Ó, Madame Csálék alapú! Mit csinál a háztető? Napozok! Igen? És mennyi idő kellett ahhoz, hogy oda felcsimpeszkedjék? 2 másodperc alatt felslisszentem. 2 másodperc alatt? Na és ezt hogy csinálta? Nem kötöm az orrodra. Igen. Szóval nem kötöd az orrodra, hogy csinálta? Ha nem sietek annyira, akkor ez a Lüke Dani hátulról megtaszaj. Igen, de hogy szabadult fel a Lüke Dani a ketrecéből? Mondom, hogy nem kötöm az orrodra. Meg kell gyűjtenem őkelmét, mert különben belépesednek a háztetőbe. Engedjen! Megyek és megkeresem! Menj innen, Dani, zavard a Kroki, te engem! Hagyjál végén! Kihagy, már meg is van! Én kíváncsi vagyok, hogyan hálálják meg a város lakói, ha megmentem őket ettől a veszedelmes fenevattól. 3 fajta medálját osztogatnak. Probátorság, pro életmentés és pro meló. Ez a 2 utóbbi elesett. De hát csak az életem, a bátorságomért kaphatom. Megyek és megkeresem. Kroki, ne fogadj szót neki! Kroki! Te vagy meg! Hol vagy, Dani? Jaj, itt is van. Gyere, Dani, gyere! Hajrá, Dani! Édi! Na, a város lakói ezzel a köteg rupival ajándékoztak. Most pedig szabaduljunk meg Madame Csálék alapútól is.
Enyémek a lupik! Enyémek! Minden lupikat! Minden lupikat enyém! Gyere, gyere! Minden lupikat! Én!